A közösségi oldalak után szombatra virradóan az egész internetet lekapcsolta a katonai hunta Myanmarban. A puccsista vezetők csütörtök óta gyakorolnak nyomást a telekommunikációs vállalatokra, egyelőre azonban nem tudják letörni az állampolgárok ellenállását. Hétvégére titkosított hálózatokon keresztül több ezres tüntetéseket szerveztek az ország legnagyobb városában, Rangoonban. A demonstrálók a hadsereg háttérbe vonulását és a demokratikusan megválasztott Aung San Suu Kyi kormányfő szabadon engedését követelték. A katonaság hétfőn a parlament ülése előtt néhány órával vette át a hatalmat és tartóztatta le a Nobel békedíjas államtanácsost, Myanmar de facto vezetőjét, valamint több más magasrangú politikust. A lépést azzal indokolták, hogy a kormány nem reagált a katonaságnak a feltételezett választási csalásokkal kapcsolatos panaszaira.